Adásunk folytatásában a Diagnózis egészségügyi magazin következő részét tekinthetik meg, melyben szó lesz arról, hogy mivel járhat a koronavírus fertőzés a gyermekeknél, és mit tehetünk a megelőzés érdekében. Illetve Takács Alajos, gastroenterológustól megkérdeztük, hogy mi a különbség az ételintolerancia és az ételallergia között. Köszöntöm nézőinket! Önök a Diagnózis 2021. évi 9. adását látják. A Szeged Televízió regionális egészségügyi magazinjának első témája az, hogy mivel járhat a koronavírus fertőzés a gyermekeknél, és mit tehetünk a megelőzés érdekében. Aztán mutatunk egy kis filmet, amiből a csalánkiütés speciális kezelési módját ismerhetik meg. Majd Takács Alajos gastroenterológustól megtudhatjuk, hogy mi a különbség az ételintolerancia és az ételallergia között. Tartsanak velünk! A Diagnózis vendégeivel arról beszélgetünk, hogy az utóbbi időben egyre több a koronavírus gyanús eset a gyermekek között, és éppen ezért több szűrést is végeznek a COVID-fertőzöttek kiszűrése érdekében. A gyermekeknél általában enyhe tüneteket okoz a koronavírus, de egyre több esetről hallani, ahol a fertőzést követően súlyos szövődmény alakult ki. Köszöntöm a stúdióban dr. Rózsa Ágnes házi gyermekorvost, és Skype-on keresztül pedig dr. Havasi Katalin elnöket hívtuk, aki egy házi gyermekorvosok egyesületének az elnöke. Üdvözlöm Önöket, és akkor azt szeretném kérdezni, hogy tulajdonképpen most mi a helyzet, hogy újra visszamentek a gyerekek a közösségbe, kell-e tartaniuk attól, hogy probléma lesz, vagy hát a gyerekek javarésze tünetmentes hordozó, és éppen ez rejti magában a veszélyt. Kérdezem először Rózsa doktornőt. Igen, hát a gyermekeknek közel 90%-a úgy lesz COVID-fertőzött, hogy nem produkál tüneteket. Különösen fontos most, hogy újra a kicsik, az óvodások és az alsó tagozatosok visszamentek az óvodába, illetve az iskolába, hogy nyilván adják egymás között a különféle kórokozókat. Nagyon-nagyon fontos odafigyelni a higiénés szabályok betartására, a távolságtartásra, ami főleg az óvodások esetében biztosan nagyon nehéz, hiszen nehéz velük úgy kommunikálni a óvónőnek is, hogy le van takarva a maszkor az arca, mert hát a dolog, a nevelésnek a lényege ez a nonverbális kommunikáció is, de nagyon oda kell figyelni a távolságtartásra, mert ez az a korosztály az, aki tünetmentes hordozóként tovább tudja, haza tudja vinni a fertőzést a szüleinek, akik pedig az a korosztály, akik a legkevésbé vannak beoltva most koronavírus ellen még. Katalin, teszteltetnek-e már eleget a szülők a gyermekek körében, mert hogy volt önöknek egy kampánya is ezzel kapcsolatban, és hát úgy gondolom, hogy egyre több szülő azért hajlik afelé, hogy ez egy fájdalommentes, kissé kellemetlen vizsgálat, de azért aláveti a gyermekét ennek a jó ügy érdekében. Jó estét kívánok, köszönöm a lehetőséget és a kérdést. Valóban igyekeztünk felhívni a szülők és a kollégák figyelmét egyaránt arra, hogy még ha a gyermekek többsége enyhe tünetekkel is esik át a betegségen, de ha nem tudjuk azt, hogy ő koronavírus fertőzött, akkor akár a betegség lefolyása közben, akár ezt követően egy utóbetegség formájában sokkal később juthatunk el a diagnózishoz, tehát magának a gyermeknek is veszélyt hordoz magában. Nem is beszélve arról, amiről az előző percekben szó volt, hogy a környezet számára veszélyt jelenthet, illetve a környezet számára hordozhatja a vírust, és átadhatja, terjesztheti. Tehát mind a közösségnek, mind a gyermeknek az az érdeke, hogy történjen tesztelés, ami még a szakemberek körében sem volt egyértelműen elfogadott, ezért láttuk szükségesnek, hogy felhívjuk rá a figyelmet. Tulajdonképpen mi az az eset, amikor a gyerekekkel már orvoshoz kell fordulni, tehát nem elég az, hogy konzultálnak, hanem már olyan tünetek jelentkeznek, amihez orvos kell? Mindenképpen, amikor a gyereknek bármilyen tünete lesz, azt kérjük a szülőktől, hogy keressenek bennünket. Ezt úgy hívjuk, hogyha telefonon történik, hogy telemedicinális konzultáció. Ezek a tünetek a kisgyerekek esetében lehetnek légúti tünetek, akár enyhe náthától köhögésen keresztül az orrfolyásig, de lehetnek gyomor-bélrendszeri tünetek, tehát igen, gyakran látjuk, hogy a gyerekek hánynak, vagy hasmenésük van.
Első körben, amikor beszélünk a szülőkkel, nyilván felvesszük, kitérünk minden körülményre, hogy milyen állapotban vannak a gyerekek, értékeljük az állapotokat, elmondjuk, hogy mit kell tenni, és minden esetben, amikor ezek a tünetek egy-két nap alatt nem mérséklődnek, sőt, újabb tünetek jönnek, akkor egy szintén jellegzetes telefonos megbeszélés után személyes vizsgálatra van szükség. Tulajdonképpen sok kisgyerek tünetmentesen esik át ezen a betegségen. Mi a helyzet a következményekkel, amelyek mondjuk lehet, hogy csak több hét vagy hónapok után jelentkeznek? Katalint kérdezem először, utána pedig doktornőt. Két olyan következményről lehet szó, amelyeket talán nem is gondolunk, amikor a gyermekünk egy ennyinek látszó hasmenéssel, vagy néhány köhintéssel a koronavírusos családban tüneteket produkál. Az első olyan betegség, amely nem közvetlenül kapcsolódik a fertőzéshez, hanem később fog megjelenni, ez a sokszervi gyulladás. Majd eltelik valamennyi idő, vagy akár nem is lesz közben szünet, jelentkezhetnek azok a tünetek, amelyet a felnőtteknél post-covid szindrómának nevezünk, és talán mivel ez a kevésbé ismert, én most inkább erről szeretnék egy pár szót szólni. A koronavírus fertőzést követően az akut tüneteknek, a súlyos köhögés, magas láz, légúti tünetek, vagy akár enterális bélrendszeri tünetek elmúlása után visszamaradhatnak olyan bizonytalan panaszok, amelyekre hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy nyafog a gyerek, vagy nincs kedve segíteni a házi munkában, vagy nincs kedve tanulni. Tehát ezek ilyen nem nagyon megfogható, inkább kicsit fáradékonyság, kicsit levertség, kis izomgyengeség, kis izomfájdalom, vagy hasonló tünetek, és ilyenkor sajnos gondolnunk kell arra, hogy a post-covid szindróma gyerekeknél is előfordulhat, nem csak felnőtteknél, és ez érintheti akár az izomzatot, akár a bélrendszert, akár az idegrendszert, de akár a szívizmot is, és azzal kell számolnunk, hogy ennek az időtartamát egyelőre nem ismerjük. Azt gondoljuk, hogy talán 6 hónap alatt tünetmentessé válhat, de mivel nagyon kevés még az esetszám, kevés az a gyermek, akinek ennyi idővel a fertőzés után van, nem tudjuk megmondani, akár egy év múlva is. Felmerültök pszichés tünetek, pszichiátriai tünetek, görcskészség, de összefüggésbe hozták a súlyos elhízást is a COVID fertőzés utóhatásaival. Szóval úgy tűnik, hogy sokkal több mindent fog okozni, és sokkal több problémát okoz nekünk ez a vírus, mint amit eleinte gondoltunk, és ez a gyermekekre is igaz. Doktornő, a praxisában találkozott már mostanság ilyesmivel? Post-covid szindrómával? Igen, gyerekeknél. Elhúzódó, ilyen kis hőemelkedéssel találkoztam, elhúzódó hasfájással találkoztam, meg gyengeséggel is. De nyilván ennek utána mentünk, igazából vérképi áltérés és szervi áltérés nem volt a háttérben, de ezek akkor is valós tünetek. Azt még hagyd mondjam el így a COVID kapcsán, hogy friss amerikai cikk közlése alapján az elhízás, tehát a duci gyerekek, főleg a duci kamaszok és leginkább a fiúk ki vannak téve annak, hogy ha a COVID fertőzést kapnak, akkor súlyosabbak lesznek a tüneteik. Tehát itt konkrét összefüggés van az elhízás és a COVID súlyossága között. Sokakat érdekel, hogy mondjuk aktív sportoló gyerekek közül valaki megbetegszik ebben a fertőzésben, akkor milyen módon tud visszatérni az aktív sportoláshoz? Van erre az Országos Sportegészségügyi Intézetnek egy állásfoglalása, mi szerint az enyhe vagy komoly intézeteti, tehát intenzív ellátást nem igénylő esetekben 12 éves kor alatt egy 2 hetes szünet tartandó, illetve a pozitív COVID teszt után egy 2-4 hetes szünet tartandó, és utána óvatosan el lehet kezdeni sportolni. Minden más, semmiféle más vizsgálat nem szükséges. Ha súlyos állapotban volt egy gyermek, akkor a tünetek megszűnte után egy kardiológiai kivizsgálás szükséges. 12 és 16 éves kor között pedig javasolják a kardiológiai kivizsgálást a 2-4 hetes szünettel együtt. Katalin, a másik veszőparipájuk volt a gyermekek védőoltása ezzel a fertőzéssel kapcsolatban. Révbe érte az ügyük, a kezdeményezésük? Úgy tűnik, közeledik a megoldáshoz, közeledünk ahhoz a pillanathoz, amikor már 18 év alatt is lehet oltani. Egyelőre 16 éves kortól áll rendelkezésre biztonságos és hatékony oltóanyag, amelynek minden vizsgálata megvan ahhoz, hogy biztonsággal adhatjuk a fiataloknak. A miniszterelnök úr interjújában péntek reggel elmondta, hogy
hogy támogatja ennek a korcsoportnak az oltását. Az Országos Oltási Munkacsoport tárgyalta ezt a kérdést, az oltóanyag úgy tűnik, hogy rendelkezésre áll, magának a logisztikának, az oltás módszertanának a véglegesítése zajlik jelenleg. Előreláthatóan ugyanabban a rendszerben regisztrálhatnak a fiatalok, és sokan már el is kezdték a regisztrációt, mert már regisztráltak is a 16 évesek közül, amelyben a felnőttek is regisztrálhatnak, és következő lépés az, amire még nincs tudomásom határozott döntésről, hogy kik is fogják oltani, hogyan is fogják oltani ezeket a fiatalokat. Mi házi gyermekorvosok nagyon nagy gyakorlattal rendelkezünk a védőoltásokban, hiszen újszülött kortól kezdve oltjuk a piciket, a szükséges védőoltásokról szülők megkapják a felvilágosítást, elmondjuk, mi miért fontos, milyen mellékhatás várható, és egy ilyen súlyos világjárvány idején is nagyon szeretnénk mi magunk oltani a gondozottainkat. Talán pontosan azért, mert a kölcsönös bizalom segíti azt is, hogy bátrabban jelentkezzenek a fiatalok az oltásra, illetve ha minden más helyzetben ott állunk mellettük, akkor most is szeretnénk ezt megtenni. Gondolom, hogy az is nagyon lényeges ebben az esetben, hogy az úgynevezett fészekimmunitás kialakuljon. Hogyan érhető el ez, Katalin? Fészekimmunitásra elsősorban akkor van szükség, hogyha egy fokozott kockázattal rendelkező családtag él a családunkban. Lehet ez egy koraszülött baba, lehet egy egyáltalán életkoránál fogva nem oltható kisgyermek, akár egy krónikus betegséggel vagy akut betegséggel, akit nem tudunk úgy megvédeni, hogy beadjuk a védőoltást. Ilyenkor arra van szükség, hogy a körülötte élők, a családtagok oltassák be magukat, hiszen ezzel megelőzik azt, hogy hazavigyék és megfertőzzék a kockázatnak itt egy gyermeket. Ez a fészekimmunitás más betegségek esetén is fontos, de most a koronavírus esetén különösen fontos tudni erről. Talán kevesebb szó esik erről, a szülők, nagytestvérek, idősebb nagybácsik, nagynénik szívesen körbepuszíják a koraszülött babát, mikor végre hazaér a kórházból, de rendkívül fontos, hogy ezt úgy tegyék meg, hogy ők maguk már be vannak oltva és védettek, és nem jelentenek kockázatot. Ágnest kérdezem végül, hogy mi lenne az a legfontosabb tanács a szülőknek, gyerekeknek ebben a helyzetben, ami lényeges lenne, hogy eljusson hozzájuk? Elsősorban az, hogy aki teheti, az oltassa be magát, teljesen mindegy, hogy milyen vakcinával, minden vakcina jobb, mint a COVID-fertőzés. A másik pedig, hogy nyilván emelkedik az oltottak száma, kezd szabadabban válni a világ, de ne felejtsük el, hogy ez nagyon könnyen visszafordulhat, és akkor elében nézhetünk egy negyedik hullámnak is. Mindkettőjüknek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönjük a lehetőséget, további szép estét. Az idiopátiás csalánkiütés sokakat érintő probléma. Az Ormos Intézet filmjéből megismerhetnek egy speciális kezelési módot, amely jótékonyan hat a fehérvérsejtekre, csökkenti a gyulladást. A különleges eljárás nem más, mint az ózonnal dúsított saját vérkezelés. A doktor. Idiopátiás csalánkiütés. Köszöntöm Önöket! A bőrfelszínt elöntő vörös viszkető foltok, más néven a csalánkiütés, nagyon sok ember életét megkeseríti. Stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Doktor úr, mitől alakul ki a csalánkiütés? Ez egy egyszeri dolog, vagy van, akinek az életét ez rendszeresen befolyásolja? Hát alapvetően első körben azért alakul ki, mert beleesik valaki a csalánbozótba, de ez biztos. Ezt kerüljük el mindenféleképpen. Azért alakul ki, mert a bőrben aktiválódik egy olyan immunológiai folyamat, ami végül is az ott lévő ereknek a kitágulását, az érfal átjárhatóságát eredményezi, folyadékra átjárhatóbbá válik ilyenkor az érfal, illetve egy halom olyan anyagnak a felszabadulását eredményez, meg fájdalmat vagy viszketést fognak okozni. És hát valóban, hogyha valaki csalánkiütés, és akkor pont ezt látja magán, hogy elönti a bőrpirt, tehát kitágultak a kiserei. Ez a bőrterület általában duzzadtabb is, mint a környezet, illetve hát vagy viszket, vagy fáj, tehát felszabadultak azok az anyagok, amik az idegi végkészülékeken keresztül majd ezt az érzetet fogják közvetíteni a központi idegrendszernek. Mi okozza ezt? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Az esetek egy részében meg tudjuk mondani, az esetek egy részében meg nem tudjuk megmondani. Ez ilyen allergiás kiütés lehet az is.
Nyilván. Tehát lehet, hogy valamire reagálunk, valamilyen anyagra kívülről. Igen, na most itt az a probléma egyébként, hogy az esetek egy részében szintén az van, hogy meg tudjuk mondani, hogy mire reagálunk, mert van egy allergiavizsgálatunk, vagy egy kontaktbőrtesztünk, vagy valami, amire úgy reagál az illető, hogy csalánkiütése lesz. Ez a jobbik helyzet, mert itt igazándiból meg tudjuk mondani, hogy mi az, amit majd kerülni kell, és ezeket az anyagokat azért alapvetően kevés kivételtől eltekintve el lehet kerülni. A nagyobbik probléma az az, és ez általában mondjuk például napallergiaként vonult be a köztudatba, amikor valakinek pusztán napsütés hatására lesz csalánkiütése, itt általában az történik, hogy ő megevett, gyógyszerrel bevitt, vagy belélegzett valamit, ami felszívódott az ő keringésébe, a keringéssel elkerül a bőrbe, ott az UV-sugárzás hatására átalakul, és úgy lesz allergén. Na ezzel már kevesebbet fogunk tudni kezdeni, mert a konvencionális allergiatesztek igazán nem fognak igazolni semmit sem, és nem tudjuk megmondani, hogy mi okozta ezt az egész problémát. És vannak olyanok, akiknek ez a jelenség, ez több hónapig, esetleg évekig fennmarad, esetleg derültékből a menkőként visszatér. Egyszer csak így megjelenik az egész egyszer testen? Egyszer csak megjelenti, elönti gyakorlatilag a bőrpír bizonyos területeken. Ezek a területek, ezek viszketni is fognak. Most tekintve, hogy ez folyamatosan lóg az embernek a feje fölött, mint Damoklész kardja, az illető eléggé rosszul fogja magát érezni már a lehetőségtől, hogy gyakorlatilag bármelyik pillanatban visszatérhetnek a... Hát egy idő után rendkívül gyűlölt panaszai, meg is lehet érteni, mert ezek tényleg elég borzalmas panaszok tudnak lenni. Lehet, hogy az allergiát ezt nem is mutatja ki, és akkor ott áll az ember tanástalanul, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Most itt azért előbb-utóbb megjön a csoda diagnózis, hogy góca van valahol, és akkor ezt nézzük végig, ezt végig lehet nézni. Szedjük ki a mandulát, nézzük meg a húgyutakat, és a többi, ennek is van egy normál szekvenciája, az végig szokott menni, az esetek egy részében találunk valamit, az esetek másik részében nem. Lehet daganatot kutatni még ilyenkor, mert általában az is szokott a háttérben esetenként szerepelni, de hát nem feltétlenül fogunk azt se találni, és akkor ott vagyunk, hogy megszületik a diagnózis, hogy ez egy idiopátiás csalánkiütés. Ez tulajdonképpen hát minket minősít, mert ez konkrétan a kimondása annak, hogy van, de nem tudjuk, hogy mitől. Idiopátiás? Idiopátiás, igen. Ez mit jelent pontosan? Szó szerint ez, hogy van, de nem tudjuk, hogy mitől ki van. Ki tudja, mi ez? Ki tudja, az a ki tudja diagnózis, hogy van, de nem tudjuk, hogy mi van. De most ilyenkor az okot nem is nagyon fogjuk tudni kezelni, ilyenkor általában a tüneteket kell valahogy elintézni. És hát van egy olyan kezelés, ami erre a helyzetre rendkívül jól alkalmazható, ez pedig az ózonnal dúsított sajátvér kezelés, ami egyébként bizonyos helyzetekben alkalmazható, bizonyos helyzetekben nem, ezzel kapcsolatban van egyféle csodavárás, hogy majd mindent megold, nem, vannak dedikált problémák, amikben alkalmazható, és csak azokban alkalmazható pozitívan. És a csalánkiütés az egy ilyen probléma? A csalánkiütés, az idiopátiás csalánkiütés az ilyen. Tehát amikor nem tudjuk, hogy mi a probléma, csak a baj van, akkor meg lehet próbálni ezt a kezelést. Nyilván, hogyha tudjuk, hogy mi van, akkor pedig továbbra is az a követendő, hogy azt próbáljuk meg mondjuk kiirtani a szervezeten belülről, és akkor az valószínűleg megoldja ezeket a problémákat. Ugye az oxigénnel dúsított sajátvérkezelés lényege? Ózonnal dúsított sajátvérkezelés lényege, hogy kiveszik a vért egy picit, azt összekeverik ózonnal, és aztán ezt visszajuttatják. Mit csinál az ózon? Miért ekkora csodaszer az ózon? A fehérvéseknek a működését modellálja. Tehát az, hogy egy gyulladásos folyamat zajlik-e a szervezetben, vagy nem, az sejtes és a sejtek által termelt egyéb elemeknek az összjátéka tulajdonképpen. Minden gyulladás az fenntartó ágens hiányában előbb-utóbb, ha normális helyzet van, akkor kioldja saját magát, és van, amikor... Ha nincsen oka a gyulladásnak, akkor elmúlik. Akkor előbb-utóbb elmúlik, hogyha ha az van, hogy ez a folyamat, ez az önszabályzó folyamat valahol félrecsúszik, vagy van mégiscsak egy olyan fenntartó ágens, amit nem lehet körülírni és nem lehet kiírtani, akkor ez a folyamat, ez perzisztál, ez folyamatosan fennmarad, és akkor a betegnek ez folyamatosan problémát fog okozni. Ezt a tulajdonképpen céltalanul, sehova sem haladó és semmiféle pozitív hozadékkal nem rendelkező gyulladást lehet leszelídíteni ezzel a kezeléssel. Lehet olyan, hogy valakinek csak egy random gyulladás kering a szervezetében? Létezik, hogy valakinek úgymond mindenféle megmagyarázható ok nélkül gyulladás van a szervezetében, ezt egyébként betegek szokták is panaszolni, illetve hogyha megnézünk egy laborsort, akkor találkozni fogunk olyannal, hogy valakinek a gyulladásos paraméterei, CRP-es ügyedése, fehérvérsejtszáma, azoknak az adatségei, azok
Hát látszólag mindenféle ok nélkül magasabb szinten tanyáznak, mint az ildomos lenne. És hogyha ennek ugye nincs meg az oka, akkor egy olyan kezelést kell, ami magát a gyulladást támadja, és akkor erre lehet alkalmas az önáltal javasolt. Például igen, most erre azért nem minden esetben lehet legyinteni, mert hogyha az a CRP, ez mondjuk egy cukorbetegnél magasabb, akkor tudjuk, hogy a jobb eséllyel fog egyébként infarktus kapni, mint hogyha ez normális lenne. Tehát mindenképp oda kell rá figyelni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Ételintolerancia alatt a különféle élelmiszerek vagy azok összetevői által okozott nem megfelelő fiziológiás válaszok kialakulását értjük. A tünetek általában az étkezések után kezdődnek fél egy órával, de néha 48 óra múlva alakulnak ki. A tünetek érinthetik a bőrt, a légző, illetve az emésztő szervrendszert. Mindez azonban nem összetévesztendő az ételallergiával. Takács Alajos gasztroenterológus főorvossal Skype-on beszélgetünk, aki a Magyar Ételintolerancia és Étalallergia Társaság elnöke is. Üdvözlöm, főorvos úr, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll. És akkor az elején tisztázzuk, hogy mi a kettő között a különbség. Üdvözlöm Önöket, a nézőket is külön, és akkor elmondanám, hogy mi a különbség a két, az ételintolerancia és az ételallergia között. Jelentős különbségek vannak egyrészt, hogy mivel mutatjuk ki, az egyiket egy IgE antitesttel lehet kimutatni, ez az allergia, és IgG, ami az intolerancia. De nagyon sok egyéb különbség is van. Amikor megesszük az ételt és ételallergiáról van szó, akkor azonnal, vagy legalábbis gyorsan, egy-két órán belül jelentkeznek a panaszok, és ezek súlyosak is lehetnek, akár életveszélyesek is. Gondoljunk csak a gégevizenyőre, vagy pedig a keringés összeomlásra, amik esetleg egy kis mogyorókrém elfogyasztása után, vagy mogyoróval elfogyasztása után jelentkezhetnek. Ezeket a jelenséget ismerjük filmekből is. Az ételintoleranciánál sokkal lassabban következnek be a tünetek, ezért nem is tudjuk, hogy milyen ételt fogyasztottuk, mert általánosan fél-két napon belül jelentkeznek a tünetek, ezért már nem is emlékezünk rá, hogy mit ettünk akkor. Ami még nagyon fontos, hogy míg az étel allergiánál, tehát a gyorsan jelentkező tünetek itt nagyon lassan jelentkeznek, és az étel allergiánál egy kis mennyiség is nagyon súlyos panaszokat okozhat, míg az ételintoleranciánál minél többet fogyasztunk belőle, annál súlyosabbak lesznek a panaszok, de ezek nem olyan súlyosak és nem életveszélyesek, mint a másik betegségnél. Tehát ami lényeges, hogy különböző dolgokra mutathatnak. Az ételallergiánál elsősorban a bőrtünetek, a légzés nehézség, a szívdobogás érzés, ezek jelenthetnek az első panaszokat, míg az étel intoleranciánál, a bőrbetegségeknél, például a krónikus bőrbetegségek, ekcéma, ilyen pattanásos bőrbetegségek és egyéb krónikus folyamatok, míg lehetnek ugye emésztőszervi panaszok, mint a puffadás, a hasmenés, a székrekedés, a fogyás és az elhízás, és lehetnek egyéb, például tanulási problémák, figyelemzavar, álmatlanság, de lehetnek például hajhullás is a tünetek hátterében, sőt, német szerzőktől láttunk már mozgásszervi betegségeknél is, hogy az ételintolerancia volt a háttérben. Miért fontos az, hogy amikor a vizsgálatokat elvégzik, akkor nem az újbegyből vett vérmintát használják? Hát elsősorban azért, mert így biztosabban megfelelő mennyiség és megfelelő minőségű vérminta kerül meghatározásra. Elvileg lehet újbegyből is, egy cseppvérből is meghatározható a vizsgálat, de hogyha ha levesszük rendes vénás vérből, és ezt centrifugáljuk, akkor a szérumból könnyebben és egyszerűbben meghatározható. Másrészt pedig ez ilyenkor, ha eltesszük a mintát, akkor megismételhető, reprodukálható a vizsgálat. Tulajdonképpen az ételallergia az a gyerekeknél gyakoribb, az ételintolerancia pedig elsősorban a felnőtteknél. Az egyik az európai lakosság 2-5%-át, a gyerekeknél ennek négyszeresét, és a másik pedig a lakosság 15-30%-át érinti. Vajon miért van ez így, hogy az egyik típus a gyerekeknél, a másik a felnőtteknél gyakoribb?
Hát ezt pontosan nem tudjuk, de minden esetre az ételintoleranciának a kialakulásához egy bizonyos életkor már szükséges, hogy az immunrendszer úgy kifejlődjön, hogy megfelelő válaszokat tudjon adni. Ezért mi kisgyerekeknél, tehát 2 év alatt semmiképpen, de inkább 4 év felett javasoljuk az ételintolerancia vizsgálatot. Az ország 9 pontján végeznek különböző vizsgálatokat, szűréseket. A magyar lakosságnál lehet általánosítani, hogy esetleg melyik korosztályt vagy melyik nemet érinti jobban ez a probléma? Igen, erre vonatkozólag voltak vizsgálataink. Először egy 6000 beteg adatait dolgoztuk fel, elsősorban olyan szempontból, hogy melyek azok az ételek, amik leginkább okoznak a magyar lakosságban ilyen eltérést, és melyek, amik egyáltalán nem okoznak. És itt nagyon érdekes eredményeket találtunk. A legfontosabb 10 ilyen ételfajta, az első helyen a tehéntej szerepel, második helyen a tojásfehérje, harmadik helyen a búza, és aztán később még vannak érdekes dolgok, például az agar-agar, ami az E406 néven mutatható étel összetevő anyag, ami ilyen vörös moszatból készült ilyen különböző lekvárok, joghurtok állagának javítására, összetartására használatos ételkiegészítő termék. Például ez is a 10 között szerepel, de ilyen még a kóladió is, ami Magyarországon nem is honos, de nagyon sok élelmiszerben benne van, a Nescafétől kezdve a gyártott keks termékekig. De sajnos ebben az a baj, hogy míg az agar-agart az E406-os néven ráírják, a kóladiót sajnos nem írják rá, hogy szerepel. Főorvos úr, milyen tényezők befolyásolhatják a vizsgálatoknak a valós eredményét? Gondolok itt diétára vagy bizonyos gyógyszerekre, esetleg valamilyen más jellegű betegségre, ami hatással lehet a vizsgálatok eredményére? Igen, ilyenek vannak, például a szteroid és immunrendszert érintő gyógyszereknek az alkalmazása mellett nem célszerű elvégezni a vizsgálatot, mivel ilyenkor lehet, hogy fals eredményt fogunk kapni. Másrészt pedig a terhesség is például elég jelentősen befolyásolhatja a vizsgálat eredményét, tehát ekkor sem javasoljuk a vizsgálatot, és mint ahogy mondtam, kisgyermekkorban sem, mert ez is erőteljesen nem a megfelelő eredményt adhatja. Amik még befolyásolják a képet, hogyha valamit nagyon régen nem ettünk, például a lisztérzékenységnél, a gluténmentes táplálkozásnál általában alacsony lesz az érték. A cöliákia, vagyis lisztérzékenységnek a szűrővizsgálata egy hasonló, mert abban is IgA és IgG a glutén meghatározására vagy gliadin meghatározására használt vizsgálatot végezzük. Ezt már tudjuk régebbről is, mert ez a kérdés már régebben tisztázódott, hogy amennyiben a beteg nem fogyaszt ilyen élelmiszert, akkor ezek a vérben levő ellenanyagoknak a száma normalizálódik, tehát amikor valaki fogyaszt ilyet, akkor ezeknek az értéke magas, amikor nem fogyaszt, akkor pedig alacsonyá válik egy idő után, sőt, teljesen normálissá is válhat. Ugyanígy persze a bélbolyhok is, ami persze egy más dolog, azok is normálissá válhatnak. Tehát ilyen szempontból, ha valaki egyáltalán nem fogyaszt glutént, akkor a gliadinra, gluténre nem fogunk tudni igazán pontos eredményt adni, mert ilyenkor negatívot fogunk kapni. Tehát mindenképpen jó, hogyha a beteg még azelőtt csináltat meg ilyen vizsgálatokat, hogy valamilyen diétát elkezdene, mert azokban a kérdésekben bizonytalan, hogy helyes választ fogunk kapni. Doktor úr, megszüntethetők a panaszok? Emlegetik ezt a bizonyos eliminációs diétát. Mondja el a nézőknek, kérem, hogy mi is ez pontosan. Az eliminációs diétát az elsőbb az allergiánál használjuk, és tulajdonképpen itt arról van szó, hogy először az ételt kihagyjuk teljesen, és utána nagyon kis, tehát ha kihagyjuk, akkor valószínűleg meg fognak szűnni a panaszok.
ezt az étel intoleranciás lehet alkalmazni, sőt ez az egyetlen módszer, hogy valakinél a panaszokat megszüntessük, de az étel allergiánál ott lehetséges, hogy egy idő után nagyon kis adagokba visszatérünk annak az ételnek az adásához, és akkor esetleg megszokja a szervezet, és már nem fog ellenanyagokat termelni. Ezt főleg gyerekkorban levő tej-tojás allergiáknál észleljük is, hogy esetleg mikor a gyerek felnő, akkor ezek az allergiák már nem szerepelnek, és már nyugodtan fogyasztat ilyen ételt. Sajnos az ételintolerancia nem ilyen. Itt véglegesen ki kell hagyni a pozitív ételeket, és csak akkor várható eredmény. Nyilvánvalóan, hogyha ilyenkor ilyet eszünk, például valaki a tehén-tejre intoleráns, és tehén-tej vagy tejterméket fogyaszt, akkor kis mennyiségeknél nem fog jelentkezni panasz, akár semmi sem történik, de hogyha többször és egyre nagyobb mennyiségben fogyaszt, akkor a panaszok, például a puffadás, a hasmenés és egyéb dolgok, amik voltak előtte, azok mind-mind visszatérnek. Tehát az ételintolerancia sajnos egy olyan betegség, amelyik csak akkor kezelhető, hogyha teljesen kihagyjuk ezeket az ételeket. Persze vannak olyanok, amik az eredményeknél határeset, tehát abban egy határzónába esnek az eredmények. Ilyenkor 3 hónap kihagyás után megpróbálható, hogy párszor adjuk, tehát 2 héten belül mondjuk egyfajta ételt 3-4 alkalommal eszik a beteg. Amennyiben a panaszok újra jelentkeznek, akkor ez mindenképpen végleg kihagyandó. Amennyiben viszont nem jelentkeznek a panaszok, akkor ez az étel visszavezethető a diétába vagy az étrendbe, mivel akkor ezek csak egyszer mutattak ilyen szürkezónás eredményt, későbbiekben kiderült, hogy mégsem intoleráns erre a beteg. Főorvos úr, nagyon szépen köszönöm, hogy tájékoztatta a diagnózis nézőit, jó egészséget kívánok! Köszönöm szépen önöknek is, viszonthallásra! Önök a diagnózist a Szeged Televízió regionális egészségügyi magazinját látták, műsorainkat visszakereshetik YouTube csatornánkon, illetve a diagnózis.eu oldalon. Új adással 2 hét múlva jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra! A diagnózis támogatója a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. A műsorvezetőt a Livello di Vita öltöztette. Mai adásunk ezzel véget ért. Azonban a foci kedvelőit ismét várjuk csatornánkon, hiszen szombaton délután 17 órai kezdett el az Aqua General HS-e hazai pályán fogadja a Hajdunánás Flexo 2000 futballklub csapatát. A mérkőzés az érvényben lévő szabályok szerint lesz megrendezve. Csatornánkon, illetve a HS és a HVTV közösségi oldalán élőben nyomon követhetik a mérkőzést ez alkalommal is. Vasárnap magazin műsorral érkezünk, egy Savaria filmszemlére készült alkotást, a CF Tanárul című filmet tekinthetik majd meg. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!